sziasztok, köszöntök szépen mindenkit újra a Sprout következő epizódjával, és ezt a részt már nagyon vártam, ugyanis megint rengeteg minden dolgunk van, amit tudunk csinálni, igazából minden egyes részben rengeteg minden teendőnk van. Nagyon-nagyon durva, hogy már a sorozat 26. epizódjánál vagyunk, és még mindig ugyanúgy várom ezeket az epizódokat, mint az első résznek. Tényleg hihetetlen, milyen gyorsan röpül az idő. Nagyon durva, hogy a sorozatok már ilyen hosszú ideje fut, és ennyi rész megélt, és remélem egyébként még minden többet meg is fog, ugyanis én nagyon élvezem csinálni. Szóval ugye itt tartottunk, hogy hát igen, az a görény továbbra sem hajlandó leszállni erről a székről, azonban igazából, ha van mondjuk nálatok egy sima Golden Lasso, azzal simán meg lehet fogni és le lehet innen venni, sőt akár ugye, tudjátok, működött az a módszer is, hogy csak simán felveszem a vállamra, és Shift-Jobb-Click-Kép ki is lehet szabadítani, de hogyha most felveszem a vállamra, akkor hello görény, szóval akkor gyaribb lehet vinni, és remélhetőleg nem megy vissza oda a székekhez. De most itt leültetem, de valami beteges módon olyan vonzalma van, hogy hiába van leültetve, seggyen csúszva és eljön idáig és felül ezekhez a székekhez. Én nem tudom, miért szereti ezt annyira, de minden esetre nagyon lelkesedik ez iránt. Mindegy, olyan szempontból jó, hogy itt legalább azért biztonságban van. Állítólag kell néha etetni, hát nem tudom, én most adok neki egy kis húsit, annak biztos örülni fog. Most ezt rendesen meg is ette, ott látszik, hogy mozog a feje. Nagyon aranyos volt. Oké, és szóval ebben az epizódban, hogy miket terveztem. Ugye elkezdtünk keresni érceket még az előző epizódban, ezzel a pálcával. Azonban azt úgy kellett volna helyesen csinálnunk, hogyha kimegyek és inkább a felszínen keresem ugyanezeket az érceket, nem pedig a föld alatt ennek a pálcának a segítségével, ugyanis ez a felszínen jelzi, hogy hol vannak nagyon-nagyon mélyen a föld alatt, kb. Ilyen bedrock szinten ezek a kőkristályok, amiket keresünk, és akkor is jobban látszik, hogyha mondjuk ezt este csinálom, tehát éjszaka ilyen csíkok jelennek meg a föld felszínen, és úgy érdemes keresni, úgyhogy lehet, hogy még ezt szeretném, és ezzel egy kicsit tovább haladni az Astral Sorcery-ben, ugyanis nagyon-nagyon királya módon, tényleg iszonyatosan lelkesít, ugyanis rengeteg, de tényleg rengeteg minden látványos dolgot lehet belőle összehozni, azonban azt se szeretném, hogy félbe maradjanak küldetéseink, és hát ugye volt nekünk még ez a Slayer's Guild-es feladatunk méghozzá, hogy Antworkert kell találnunk, és valószínűleg ki is nyírnunk, amit egyáltalán nem szeretnék félbehagyni, sőt az egész Slayer's Guild-es questline-t nem szeretném elhanyagolni, úgyhogy még mielőtt belekezdenék ebbe a viszonylag hatalmas nagy modba, mint az Astral Sorcery, előtte szeretném legalább befejezni ezt az Antworker megtalálását, hiszen ez tényleg egy fontos feladat, úgyhogy na, szóval sivatagot kell keresnünk továbbra is. Mert ugye tök jó volt, hogy az előző részben találtunk szavannát, ki tudtuk szállítani a füveinket, de Antworker ott nem található, csak a sivatagban. Úgyhogy most nekiálltam, és elkezdtem keresni itt végig így ugyanúgy azzal a taktikával, vagy technikával, amit már az előző részben is mondtam, hogy vajon hol generálhat sivatagokat. És találtam is három potenciális helyet, ez volt az egyik a legközelebb. Itt volt egy egészen a szélén, ez egy sivatag M. Ez valószínűleg egy nagyobb méretű sivatag lehet, mint mondjuk amely itt van, vagy nem tudom mit jelent pontosan ez az M jelölés. És van még itt egy sivatag hegyek jelölésem. Ugyanis ez is egy olyan sivatag, ami eltér a többitől, mert itt valószínűleg ez egy dombosabb. Viszont ami nagyon durva, hogy volt egy sivatag sokkal közelebb is hozzánk, ugyanis volt egy nagy expedíciónk itt lefelé ennél a szigetnél egészen itt le, és hát nem hiszitek el, hol lett volna a sivatag, hát itt, épp hogy csak nem fedeztem fel azt a területet, de ilyen közel lett volna ahhoz, hogy ott abban az epizódban megtaláljuk ezt a sivatagot. Szóval mehetünk erre a négy helyre. Ez nagyon király, mert így már kapásban van egy csomó sivatagi lehetőség, amit felkutathatunk, akár esetleg többet is megnézhetünk, de én elsősorban azt mondanám, hogy visszajövök ide a Spawn szigetre, ugye itt kezdtünk, és innen indulok el, megnézem mondjuk ezt a sivatag 2-t, talán ez van a legközelebb hozzánk, és aztán pedig ez a Hills, amit így meg tudunk közelíteni. Úgyhogy ez a terv, azonban előtte én még itt a faluban szerintem jó lenne még elkészíteni valami kis épületet, hogy ugye tudjanak dolgozgatni addig is az embereink. Először is leszeretnék tenni még egy őrtornyot, és még egy deliveryment, ugyanis úgy veszem észre, hogy a deliverymentünk nem igazán boldogul ezzel a rengeteg feladattal, meg ezekkel a hatalmas távolságokkal, ami most rázódul egyedül szegényre. Úgyhogy én azt mondom, hogy kibővítem még egy deliveryman házikóval, remélem ez gyorsít a folyamatokon valamit. Ez biztos, hogy ha két építész van, akkor gyorsabban építenek, hogyha két favágó van, akkor szintén gyorsabban vágják a fát. Remélem, hogy a két deliveryman házikó meg van építve, akkor nem akadnak össze, hanem tényleg gyorsabban végzik itt ezt az item transportációt, tehát hogy elszállítsák a felszereléseket egyik helyről a másikra. Úgyhogy igen, ez itt a projekt.
most egyelőre a városkánkban. Úgyis régen foglalkoztunk már ezzel, úgyis rég építkeztünk, és van itt egy nem dolgozó emberünk, illetve van még valahol téplából még egy. Úgyhogy nekik lesz akkor ez most a feladatuk. Örtoronyból sosem elég, majd növelik a boldogságot, remélem legalábbis. És hát Delivery Manból is jöhet még egy, mondjuk legyen, fú, ezek a fák nagyon szépek, mondjuk pont nem pusztítanám el őket, de szerintem ide szeretnék kapni egy Delivery Man házikót. Látom már most előre látom, hogy ehhez is szükségünk lesz majd sok-sok zöld gyapjúra, zöld szőnyegre, úgyhogy már csak azért is jó lesz sivatagot találnunk, hogy megoldódjon ez a problémánk, mert hát jelenleg azért állott a fépületnek az építése is jelenleg, így kb. Bepozícionáljuk, itt lesz a bejárata, itt majd ezt szépen elsimítjuk, és akár még valami utat is lehetne mögé építeni a későbbiekben. Jó, felülemok és itt lesz benn majd. Igazából nem tudom nekik minek kell külön egy házikó, de na, legyen itt az egyik, és a másik, hát még van egy őrtornyunk, őrtorony még a város ezen a pontján nincsen. Ahogy úgy látom, itt is lehullottak meteorit darabok, vagy hát ilyen moonstone órok. De hogy miért van itt ilyen sok, valami beszarás, nagyon durva. Szóval ebből is a fa kell, és level 5-ön nézzük meg, hogy fog kinézni. Egyáltalán meddig lehet építeni? Itt van a városunknak a határa, úgyhogy ja, valahogy kb. Ide kéne. Így. És remélhetőleg ezt egy kicsit elforgatjuk, hogy így befelé nézzem. Jó. Hú, itt nagyon jól fog kinézni. De még milyen király jól fog kinézni a fák között. Baromi jól fog... hát ez... zseniális. Egy kis helyet mindig hagyok nekik, hogyha esetleg falat szeretnék építeni, bár szinte kizárt szerintem, de azért legyen hely. Így tessék, szerintem így bőven oké is lesz. Csak arra is figyelni kell, hogyha esetleg majd a farmot szeretném bővíteni, mert hát miért ne szeretném, úgyis lesz egy csomó nem dolgozó falusink, akkor majd azt meg tudjam tenni, úgyhogy... Ja, de itt szerintem mind a kettőnek lesz elég hely. Okés. És akkor ez is megvan. Building. Másiknál szerintem nem adtam még ki, úgyhogy gyorsan ott is kiadom, hogy építse ezt az épületet. Bár úgyis majd a főépület után jönnek még csak ezek. Valószínűleg ez itt betemetődött. Hello, valahol itt. Merre találom? Meg is van. És akkor neked is building. Szuper. Most már csak visszamegyek gyorsan, alszok egyet, és felkészülhetünk a hatalmas utazásra. Na, Stinky, mit szólnál, ha velem jönnél erre az utazásra is? Te elég szívós kis gölénynek tűnsz. Remélem nem lesz bajod. Első célunk legyen akkor az, hogy visszautazunk egészen a Waystone of Origins-hez. Igen, itt is vagyunk. A jó öreg Traveller, meg ez a furcsa megváltozott terület, amit azóta sem értek, hogy miért lett, olyan, hogy lelegelték volna egyébként ezek az állatok, de valami iszonyat mennyiségben itt a füvet. Na, minden esetre akkor valamerre erre felé lesz. Igen, ott lesz az a sivatag 2, az van a legközelebb hozzánk, ugye? Hát, kb. Ugyanolyan. Messzi vannak, egy olyan 50 blokk lehet kb. Az eltérés közöttük. Menjünk először a sivatag 2-höz, mert ez így nagyjából közelebb van a házakomhoz is, ami ugye egészen a másik szigeten van. Na, azt hiszem megérkeztünk. Hát, nem nagyon láttok egyelőre még, remélem jó helyre jöttünk. Van itt a környéken egy ilyen kalózbázis, azt most szerintem kihagyom. És hát van ugye maga itt egy ilyen hatalmas nagy mocsár. Ez valószínűleg itt egy mocsárbajom lesz. Amúgy a görénykém merre van? Otthon maradt? Hát remélem, mert velem biztos, hogy nem jött. Jó, menj, de lassan lehet itt ebben a mocsárban mozogni. Igen, úgy látszik mindegyik helynek megvan a maga előnye, meg a hátránya. Kíváncsi vagyok, hogy a sivatag az vajon miben lesz más, mint a többi helyszín? Biztos, hogy új mobok találhatók benne. Még egy 500 méter, és szinte ott is vagyunk. Remélem ez egy nagyobb sivatag, mert az biztos, hogy van még egy sivatag Hills, amit megnézhetnénk, és van még egy sivatag M nevezetű sivatag is, hát ugye a desert, amit találtam, de az lehet, hogy egyébként ez egy szerencsésebb választás lett volna, csak az még nagyon messze van. Ez az a probléma összvisz. Na nézzük, ez egy jump boost. Na akkor már elvileg, hogyha ezt beteszem, már két blokkot is fogok tudni ugrani. Itt az idő letesztelni, és tényleg, szuper. Nagyon-nagyon jó.
megérkeztünk. Ó, a sivatag. Hát ez annyira nem nagy. Ez annyira nem nagy sivatag, mint amire számítottam, de a kaktusz megvan, ez a legfontosabb. Ó, jé, a kaktusz megszúr akkor, hogyha megpróbálom kézzel kiszedni. És hogyha így csinálom. Aha, ez ellen nem tud védekezni. Meg gondolom, hogyha csákkennyel ütök rá egy hatalmasat, az ellen se tud mit csinálni, vagy igen? Nem, az ellen se, jaj, ez egy mi, ez egy csapda kaktusz volt. Ho, hát ez erre nem számítottam, ezért vigyázni kell. Innen ki akarok jutni. Aha, itt van egy kiárat. Na nézzük, hova jutunk. Hát ez egy kicsi sivatag, itt újra van, látok elásva egy, és egy astral sorcerer is kristály lesz, de szerintem már nem találunk benne nagyon új dolgot. Ott látok egy épületet, bár az valószínűleg csak egy közön... Ez meg mi? Aha, megvan! Az Endworker, pont olyan, mint a Selkie. Csak annyira hülye, hogy neki se étel a kaktusznak. De már lő. Valószínűleg ez is kardot fog rántani, hogyha közel megyek hozzá. Au! Na te nem vagy annyira erős, mint a Selkie barátod. Au! De azért ennek is van élete bőséggel. Ez az megvan. Quest completed! Nagyon-nagyon jó. Most pedig gyorsan eszek egyet, hogy nehogy esetleg lemenjen még itt a HP-n valamitől. Na nézzük a quest. Quest mit mond? A Guildmasternél kell elfogadnunk, vagy hát pontosabban leannunk ezt a küldetést. Még egy pár kaktuszt hozok, mert erre szükségünk lesz. Az ott egy közönséges roguelike dungeon lesz szerintem. Dölök még egy kis Endworkert, hogyha már jöttünk, értük ilyen messzire. Lassuk vagytok, nem vagytok olyan gyorsak, mint amire rá számítottam. Még jó is igazából, hogy ide nem hoztam most Waystone-t magammal, hiszen ebben a sivatagban igazából nagyon-nagyon nincs is semmi. Különös, nagyon-nagyon különös mobokat, persze az Endworkerön kívül még nem találtam, úgyhogy ezzel a pár kaktusszal, meg van itt ilyen, és egyfajta kaktusz. Meg is lehet enni ennek a gyümölcsét? Mi ez? Ez ilyen ehető kaktuszka. Kaktuszgyümölcs, de sajnos egyelőre nincs szükségünk rá. Hát ez aztán a kis sivatag. Én ilyen kis sivatagot még csak nem is láttam. Valószínűleg ezt jelenteti ez az M, hogy az ott egy nagyobb méretű sivatag lesz. A Hills-re még kíváncsi vagyok, és igazából csak egy 1000 méterre van innen, úgyhogy én még oda gyorsan elszaladok, és remélhetőleg addig is találunk valami izgalmasat. Ó, például most itt egy, ez itt egy bizony egy fire trap. Még jó, hogy észrevettem, majdnem belesétáltam. Köszönöm szépen, visszük, aztán majd jól eladjuk. Mit őrzött? Úristen, mit őriznek ezek a trappek? Valami elképesztő mennyiségű lootot. Mind köszönjük szépen, eltesszük. Ó, ez itt csak nem, de Dark Steel. Oh, akkor most mennyit is szereztünk. Aztán látok itt még egy temetőt, bár igen, ilyennel már találkoztunk, ebben csak egy értékes láda lehetséges, legalábbis eddigi tapasztalataink alapján van benne egy emerald, tehát ez semmi különös. Megyünk tovább. Oh yeah, egy újabb village a láthatáron. Gyönyörű látvány. És egy tökéletes helyszín nekem, ó, meg mekkora dungeon. Egy tökéletes helyszín nekem arra, hogy letegyek itt egy waystone-t, vagy hát állítsak itt is egy helyszínt. Nagyon-nagyon szép ennek is a generálása, és ilyeneket például még nem is láttam. Wow. Wow. Úgy látszik, hogy ez is egy ilyen torókvesztes helyszín ezekből a tornyokból kiindulva, illetve újra van itt egy vízimalom. Hát ennél szebb nem is lehet egy városban. Hát nézzétek meg, imádom, hogy lehet ilyen. És ezért milyen simán belepasszol a világba. Semmi átfedés nincsen, semmi kilógás nincsen ezek közül. Nagyon imádom, nem is tudom, hogy ezeket elvigyem-e. Én ennyiaim már vannak, akkor nem hiszem, hogy fog kelleni. Ezekben meg úgy látom, most nincsen semmi. Na viszont ilyen épületet nem láttunk még. Ez hatalmas, mi ez, egy fogadó? Vagy ki lakik itt? Hello? Ki itt a házigazda? Kajából vihetek? Nem vihetek? A könyvespoltból viszek, hogyha nem bánja. Ez továbbra is még mindig jól jön. Itt van egy sárkány viszonylag közel hozzátok. Nem is zavar senkit, hogy így... Ez egy bár egyébként úgy tűnik. Ó, oh, de jó, hát itt lehet kijönni ehhez a fához. Úristen, milyen hangulatos ennek a kiülője. Hú, hát egy ilyen házat. Nekem, valami hasonlót kell nekem is építeni a saját városomba. Egyébként az is meg tudom csinálni, hogy a scan tool-la, hogy beszkennelem ezeket az épületeket, és megépítettem otthon az én munkásaimmal. Ez itt mi? Hú, ez itt mind könyvespolc? Hülyeskedsz velem? Túl drága ez padlónak, mi a fene? Ezeknek aztán jól megy. Könyvespolcból csinálják a padlót. Hát szép. Mindegy, most hogy menjek fel? Hát igen, hogy... Na itt van, aha.
meg ez, egy, ez igen, ez egy fogadó lesz egyébként, mert itt vannak az ágyak, meg ládák, meg itt, bocsánat, de kiütöttem a falat, valahogy valami szépen befoltozom, csak hogy ne érezzék hiányát, itt ez a dört, ez szerintem tökéletesen megteszi. Van itt még valami? Itt is még chestek, meg könyvespolc, visszük haza. Nagyon szép, nagyon szép. Azért nem jó, hogyha most ezt itt szétbarbárkodom, mert akkor majd hogy akarom én a scan túl-e lesz otthonra megépíteni. De nem baj, majd kitoldozzuk. Könyvespolc! Oké. Okay. És itt is, ez itt egy nagy szoba, hát ez itt, ez... nagyon hangulatos, ezeket itt most hagyom is, mert csak macera lenne kiszedni vele. Viszont a ládákban annyira nagy értékek nem voltak. Azon mondjuk csodálkozok. Mindegy, megnéztük, láttuk. Tetszett, hát itt több sárkány is, ez milyen? Ti itt biztonságban érzitek magatokat? Sárkányok terrorizálják itt a embereiteket. Na nézzük, mi van itt még, ami új ház. Ilyenben voltunk már? Hát ez csak a gem guy. Oké, na itt van a Waystone. Tadá! Arra kíváncsi vagyok vajon most, hogyha... Ugye itt van ez a Waystone nekem, és most megjelent, mint egy új Waystone of Populence, mint Destination, akkor, hogyha én ezt most kiütöm innen, simán pickaxel, akkor egyrészt első kérdésem, vajon megsemmisítem ezt, vagy pedig megkapom úgy, mint egy letehető Waystone. Másrészt, hogyha ez innen eltűnik, akkor vajon nekem itt a Warpstone-nál is eltűnik innen ez a Waystone of Populence? Mert mondjuk én ezt most lehet magammal vinném, és lehelyezném egy olyan helyre, ahol nekem egy kicsit jobb. Ó, itt van lent a sütis fickó, igen, vele már találkoztunk, már volt szerencsénk összefutni. Egy pár jó dolgot, mint hogyha őrzött volna. Ez mekkora ez a storage crate itt? De ugyanazokat adja, mint eddig, úgyhogy annyira nem extra. Így elérett az eső? Mi a fene történt itt? Elő még napsütés volt, és vidámság, gyorsan alszok egyet. Okés. Na, hát eső is régen volt már. Van itt még valami különlegesség. Ez biztos, hogy jó lesz, mert hogy a kovásnál mindig értékes dolgok vannak. Például ezek az obszidiánok, meg ilyesmi. Ez itt egy furán generált házikó, de ez valószínűleg... Vagy voltunk már ilyenbe? Nézzük már be. Még szerintem nem... Ja, de ez csak simán a barak. Hello, barak. Hát ez akkor annyira nem extra. Tolnyok, farmok, szövőhelység, itt van bent az uralkodó. Azért ez se kicsi, na ilyet még biztos nem láttunk. Ez egy elég modern külsejű házikó. Hol lehet itt bemenni? Itt? Kicsit életveszélyesen generálták ezt is. Azt a mindenit! Ez egy könyvtár! Hát ez gyönyörű! Ez gyönyörű! És egy új küldetés! Need help with anything? Na hát kérdezzük meg. Én nem szoktam ilyeneket kérdezni általában idegenektől, de nemrég egy ember megmutatott nekem egy öreg manuszkriptet, és tehát egy ilyen írást. És szeretnék még, hogyha ilyenekből többet tartatnék a kezembe. Érdekel téged? Hát persze. Sőt, szerintem tudok is neked hozni. Igen, sok itt mondja, hogy valószínűleg ezt sárkányok őrzik. Hallod, nekem mondod, milyen könyveid vannak amúgy? Fú, bakker, ezekben rendesen mindegyiknek van, ezekben mindegyikben van írás, és hogyha leveszek itt csak egy könyvet, és hát ezt sajnos nem tudom elolvasni, pont egy rossz könyvet vettem le, de mondjuk, hogyha ezt kezdem, ezekben rendesen írva vannak. Gondoljatok bele, úristen, mennyi információ lehet ezekben a könyvekben, hogyha van valakinek türelme ezeket végigolvasgatni. Ezek mindegyike más könyv. Tényleg rendesen bele lehet írni. Lehet egyébként ez majd egy ilyen mellékküldetés is lesz, nem? Hogy innen ilyen információ morzsákat szedjünk össze. De nagyon durva, én erre abszolút nem gondoltam, hogy még ilyen is van. Ja, elképesztő. Jó, manuszkriptek, ugye ezek kénének neked. Hát szerencsédre pont itt van a közelben egy sárkány nest, vagy hát fészek, vagy nem tudom, hogy lehet ezeket hívni, de én szerintem akkor gyorsan hozok is onnan egy pár manuszkriptet, és akkor remélhetőleg ez a sárkány nem fog nagyon megharagudni érte, hogyha ha innen egy kicsit kidútolok belőle, most jó magason száll. Be akar menni a fogadóba. Oké, okay, itt van. Nem tudom, mennyit kell hozni neki. Ja, teljesítve van. Ott feljött a küldetés, úgyhogy gyorsan akkor ezt leadjuk neki, hagy örüljön. És szerintem egyébként, bár gyorsan még körbenézek, hogy ez volt-e az utolsó házik, amit meg... Ó, hát itt még folytatódik arra felé. Meg... ez itt egy post office. De sok itt a sárkány, de tényleg. Igen, az ott csemes. Van még valami érdekes építmény, azt majd megnézem. Ez is egy hatalmas nagy falu, és nekem baromira tetszenek ezek az óriási nagy faluk. Érdekesen van generálva ide ez a könyvtár. Kifejezett így a szélére... itt kicsit... Rossz, most egy rossz oldal volt, ezt inkább mindenkinek megközelíteni. Na. Hol van? Hol van a könyvtáros? Tessék, complete.
Ó, oh, hello újra! Örülök, hogy itt vagy. Tudnánk beszélgetni egy kicsit? Na, miről akarsz velünk beszélgetni? Ó, oh, nos, hát azokból a manuszkriptekből, amiket eddig kerestem, úgy tűnik, hogy összetudok állítani valamit. És sikerült ezeket egy nagy adagba összecsatolni, azt hiszem, és akkor ebből létrehoztam egy bestiary nevezetű könyvet, egy ilyen tomot, de úgy tűnik, hogy egy jó pár oldal hiányzik belőle. Mindenesetre tessék, itt van ez a bestiary, és szerez hozzá még lapokat, hogy meglegyenek a hiányzó részek. Oké, és tök jó. Hát akkor így is meg lehet szerezni a bestiary-t. Hát mi ezt már elkészítettük magunknak. Szóval ja, én nem csak hogy elkészítettem, hanem már meg is töltöttük ezt a oldalakkal, mondjuk nem pont ezt, úgyhogy ezt ki is dobom. De nekünk ugye ebből már volt egy teljesen kitöltött példány. Valószínűleg ez a scavenger módhoz lesz hasznos egyébként, ahol ugye nem lehet craftolni, akkor így kell megszerezni. De ötletes persze. Ja, egyébként store. Hey, hova mentél? Te ilyen gyorsan? Azért nem bókrász, ez veszélyes hely. Különböző könyveket lehet neki eladni, sőt, Constellation Paper-öket is, bocsánat, már majdnem ezért rosszat mondtam, meg a bestiary-t is el lehet neki adni. Miért dobtam ki? Megnézhettem volna előtte a store-t. Jó, mindegy. Illetve lehet tőle venni is könyveket, például a Mine Colony-nak a guide-ját, ez az Ender Book, ez fogalmam sincs micsoda. El se tudjuk micsoda. Ó, ezzel a könyvvel resetelni tudom a klasszomat, tehát hogyha esetleg mással szeretnék játszani, mondjuk Warrior szeretnék lenni, akkor tök jó, meg tudom itt venni ezt a könyvet, és ezzel resetelem. Ezzel pedig leveleket tudok elvenni magamtól, tehát szinteket tudok lejjebb csökkenteni, hogyha esetleg a traitjeimet akarom megváltoztatni. De esetre érdekes. Egy csomó könyvet oda lehet neki adni jó pénzért, úgyhogy jegyezzük ezt meg, és egyszer majd felpakolom az összes Constellation Paper-emet, ezt eladom neki, és meggazdagszunk. Na jó, láttuk ezt is, és akkor keressük meg a többi részét ennek a városnak. Ez itt megint valami mage? Valószínűleg valami, igen, is egy light mage, akikkel még nem tudunk mit kezdeni, sajnos. Szóval volt itt még valami, volt itt még folytatása ennek a városkának, ami érdekelne, mert eddig csomó hasznos építmény volt itt található. Ez meg egy mechanik. Jó, ez nem tudunk mit kezdeni. Itt van a bank, meg nem lehet visszacsukni továbbra sem az ajtaját. És itt van egy, hogy hívják ezt, ez a, nem tudom, nem jut eszembe a neve, de itt van egyébként újra a Franknek a, ja, Mad Scientist, azt akartam mondani, szóval újra itt le lehet menni és megküzdhetnénk a Frankkel, meg, jaj, igen, a csapdákra vigyázni kell, meg már bocsánat, de gyorsan szeretnék önnel egy kicsit dumálni, hogy neked egyébként mit is lehetett eladni. Ja, a trapeket, tényleg, Fire Trap, az pont van nálunk. Tessék, itt egy kis fejletet. Megvan az első pénzünk, mert eddig még sosem adtam el senkinek semmit. Tessék, itt van. Van 12 silver coinünk, amit viszonylag egyébként sokat ér, mert nagyrészt csak én koppereket láttam. Oké, és ez a redstone, a kristály, meg ilyesmiket, ezeket még nem tudom pontosan miket tudnak, úgyhogy ezekre még egyelőre nem szórom el a pénzemet. Majd később. Elindítjuk. Viszont nekem most ide kivételesen nem kell waystone, úgyhogy mi lenne, hogyha én ezt most kipróbálom, amit előbb kérdeztem, tehát rákattintok. Mad Scientist Tower megjelenik itt nekünk a Warp Stone-unkon belül, egészen itt a végén. Oké, okay. Na és most pedig ezt itt szétütöm. Megkapjuk egészben. És mi történt a Warp Stone-on belül? Vajon eltűnt? Nem, itt van. Hogyan tudom? Na jó, most ha rákattintok erre, mi történik? Aha, tönkretették, vagy pedig elmozdították. És még továbbra is itt van? Jó, háláinknak frissült, és már nem lesz itt, mint fölösleges szemét. Nekünk megmaradt egy waystone-unk, és akkor ezt majd le tudjuk tenni valahová, hová nekünk kell. De remélem, hogy megváltozik a neve, és csak megváltozik a neve, majd én tudom elnevezni, gondolom. Mert nem örülnék, hogyha mondjuk ezt elviszem a sivatagba, akkor egy Mad Scientist Tower nevezetű waystone-ra kéne mindig rá teleportálnom. Na jó, gyorsan szerintem alszok egyet, de egyébként pedig a sivatag itt van tőlünk egy olyan, mennyire? Egy 300 méterre, úgyhogy szinte semmi. Na van itt egy újabb érdekes építmény. Ez mi lehet? Egy újabb dungeon. Egy olyan dungeon, amit viszont még nem láttunk. Ez egy másik típusú dungeon, mint ami eddig volt. Gyorsan kiütöm. Mi van itt? Itt nincsen spawner, jó. Megyek feljebb. Itt van még egy spawner. Jó, hú, egyik se tudott aktiválódni. És van egy name tag benne. Hát, ez mondjuk itt. Sharpness 5. Az mondjuk nem rossz.
Ezek ilyen pajzsunk már van, hát elviszik a Black Quartzot is, de valószínűleg nem fog kelleni. Ja, jó, hát ez egy ilyen kis dungeon volt, úgy látszik. Lefelé gondolom nem folytatódik. Na, ez csak ilyen kis easy dungeon. Egy pár gyors lootért. Na viszont megérkeztünk, de nem csak... Ó, itt egy újabb totem. Megérkeztünk nem csak a sivatagba valószínűleg, hanem egy dzsungelt is kapás... Na hát, ide ültem. Hogy csináltam én ezt? Szóval egy dzsungelt is kapásból látok itt magam mellett, ami szintén király, mert hogy eddig még ilyet se találtunk, és lehet, hogy itt is van egy csomó minden érdekesség, ami a többi bájomban nem megtalálható, de egyelőre kihagyom, megjegyezzük, hogy van itt dzsungel, és ha majd kell, akkor használom. Most viszont akkor cél a sivatagunk. Hát megérkeztünk. Ennyi a sivatag, itt is ilyen kis semmiség. Te fura, és van itt egy random istálló, csak ugye a sivatag közepében. Jó napot kívánok, uram, itt jól el van itt ebben a sivatagban, mert hogy nem fél a szomjúságtól, az éjségtől, el van itt a lovaival, azt ennyi. De fura, van ott egy furcsa építmény még. Valami, lehet, hogy is valami dungeon, meg azzal is egyszer már találkoztunk, és hogyha jól látom, az ott egy village-nek, a szélmalmának a fenti része. Jól látom, hogy az ott egy szélmalom? Az majd itt egy érdekes út lesz. Oda viszont már nem megyek el. Meg akartam nézni ezt a sivatagot, ez volt a cél, szóval egyelőre kapásból. Nagyon-nagyon jó, hogy itt van ez a kő. Tessék, ezt megjegyezzük. De mi akkor, hogyha ezt most mégiscsak felszedem? Okés. És leteszem. Sivatag. Na, így azért már sokkal királyabb lesz. Bár gyorsan még lecsekkolom, hogy akkor most hogy jelenik meg. Aha, sivatag. Ez kell nekünk. Szuper. Okés. Ez nem egy nagy sivatag, de valami furcsa élőlények vannak benne. Úgy látszik, itt ilyen kis sivatagok vannak, nagyon. Ez mi például? Angusztehén! Hát beszarás! Hát viszek haza. Ezeknek van a legjobb húsuk egyébként. Azt hiszem. Tessék, egy angusztbika, és egy angusztehén befogva. Jó, hogy ezeket mindig magamnál tartom. Oké, és hát akkor itt végeztünk is. Minden mást, például ott azt az építményt, meg ezt a light mage, meg azt a falut, amit ott láttam. Később megnézzük egy másik részben. Meg ott van, lesz totem is. Jaj, rengeteg minden van, de nem akarok bolyongani, hanem leszeretném végre zárni azt a hatalmas küldetést, amit már olyan, de olyan régóta csinálunk, méghozzá itt, a Slayer's Guildben. Na, jó napot kívánok, uraim! Rég láttuk már egymást, ugye? Lenne itt egy kis hírem. Nem is kis hír. Igazából egy hatalmas hírem, mégpedig, hogy le vannak győzve azok az ellenfelek, amiknek a segítségével elvégezzük ezt a beavatási feladatot, vagy valami ilyesmi. De majd elmondja nekünk itt a guildvezető uraság, aki egyébként továbbra sem értem, hogy miért egy ilyen kigyúrt cápa. De nézzük, kíváncsi vagyok, mit mond. Köszöntelek téged a Slayer's Guildben. Complete. Na hát, megnövekedett 100-zal a reputation pontunk, azt hol tudom megnézni? Hát továbbra is semleges viszonyban vannak velem, szóval annyira nagyon magasra nem emelkedett, hogy szeressenek. Mit mondasz nekünk? Örülök neked, hogy újra láthatlak. Remélem, továbbra is elfogadod ezeket a megbízásokat, amiket a guild tagok adnak neked. Ez kell ahhoz, hogy jól tudjon futni a guildünk. Ó, hát az király, akkor végül is. Már ez egy empty map? Ez csak ezt a területet fedezi fel, nagyon mindegy. Akkor végül is ez azt jelenti, hogy már talán akkor a többi guild tagnál is el tudunk válni küldetéseket. Ezt gyorsan még megnézem, az nagyon-nagyon király lenne, ugyanis tudjátok, volt egy csomó olyan NPC-t, akikkel egyáltalán nem tudtunk beszélni, mert azt mondták még, hogy nincsen semmi mondani valójuk számomra. Meg viszek haza ilyen tányírokat. Mindig idejövök, aztán elviszek valamit ebből a szerencsétlen guildből, de hát ez tetszik nekem az a helyzet. Remélem, ezzel nem esik a reputation pontunk. Na, te például Dragonsmith. Most már a tagja vagy a guildünknek, újonc, azonban még nem érdemelted ki azokat a jogokat, hogy az én szolgáltatásommal élj. Végezd még itt munkákat a guildben, és aztán majd gyere vissza hozzám, jó? Nálad tudok valamit... Te miért repülsz mindig? Nálad tudok valamit mondani? Ó, igen, de még mennyire? Szóval, úgy tűnik, hogy te nem félsz bele, már te kezeled egy kicsit mocskos a munkába is, ugye? Nos, hát akkor lenne nekem számodra egy vagy két feladatom, amit meg kéne, hogy oldjál. Hozz ide nekem egy pár sárkány maradványt. Húha! Nos, hát az én feladatom itt a guildben, hogy elbánjak ezekkel a szörnyetegekkel, az úgynevezett sárkányokkal. Nagy pikkelyes szemétládák, embereket esznek, biztos vagyok benne, hogy tudod, hogy miről beszélek. Minden esetre én tudok adni neked egy megbízást, hogy levadász egy tűz és egy jég sárkányt is,
és ezért cserébe tudok adni neked egy kis pénzt, illetve egy pár, illetve meghajtják előtted mások a fejüket? Semmi sem vonzóbb a hölgyek számára, mint sem, hogyha valaki egy ilyen hatalmas szörnyeteggel bánik. Hogyha elvállad ezt a küldetést, akkor én majd tudok neked szintén csak extra pénzért cserélni csontokat, meg pikkelyeket, meg minden ilyesmit. Oké, hát akkor fogadjuk el a tűzsárkányt is, és hol van a, hova tűntél? Ja, itt vagy. És akkor fogadjuk el az Ice Dragont is, és akkor most van két küldetésünk is, ugye? Aha, a tűzsárkány és a jégsárkány legyőzés. Úristen, akkor most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy nekünk kell már végre legyőzni azokat a sárkányokat, saját kezüleg nyomni le őket. Hát ez nem lesz egyszerű, de megoldjuk. Illetve van-e még más feladat a store-ban? Már most tudunk neki egyébként adni pénzért, vagy cserélni pénzért Dragon Scale-eket, meg szívet, meg ilyesmit. Tehát ezt, amit itt őt őstárol. Majd oda is adom neki, hogyha elvégeztük ezt a küldetést. Illetve, hogy jól látom, még volt itt egy olyan másik küldetésünk is, hogy egy bestiárdit készítsünk. Valószínűleg még a könyvtárosnak kell. Nem érzékelt, hogy nálam van, pedig már csináltam egyet. Minden esetre ez azért epic durva, nagyon-nagyon öröknék, hogy végre érkeztünk ehhez a küldetéshez is, hogy sárkányokkal kell szembenéznünk. Hát remélem várjátok a következő epizódokat, ugyanis remélem, hogy hamarosan a következő részekben le tudunk győzni egy sárkányt is saját magunk. Bárhoz lehet, de át kell menni a Netherbe, ugyanis egy tűzsárkányt tűzállóság poti nélkül legyőzni, hát elég merész dolog. De azt majd meglátjuk a következő részekben, minden esetre köszönöm szépen addig is, hogy itt voltatok, találkozunk ott, és addig is még minden jót, és sziasztok!